aztán mintát előrajzol papírra, és utána lefektetem, és átrajzolom rá a mintát. Azután ki kell kontúrozni, mert a kontúr festék az olyan, hogy csak összelévő részbe szabad el a másik festék, nem engedik túl. 5 éves kora óta fest Kocsisné Kovács Rozália, több festőszakkör tagja, amelynek keretén belül másokkal közösen több tárlata is volt már. Pár éve viszont megismerkedett, és ahogy mondja, rabul ejtette a selyem festésének technikája. Az elmúlt 2 év legjobb alkotásaiból most megnyitotta egyéni első tárlatát a Magházban Tolnán. Úgy nőttem fel egy kis faluban, hogy nagyon-nagyon szép volt, és megfogott a természet meg az alkotás maga. Aztán később nem nagyon volt már lehetőségem ezt csinálni, családalapítás, minden. És elég észre felnőtt koromban jutottam el odáig, hogy a Kaposvári Egyetem művészeti korára sikerült felvételt nyernem, és ott elvégeztem a festőszakot. És akkor onnantól kezdve megállás nem volt a festészetben. És körülbelül 2 évvel ezelőtt jártam Sri Lankán. Ott ugye a keleti kultúra az nagyon ment, és ott jártam egy batikoló műhelyben, ahol sejmet festettek, patikoltak. És engem akkor is megragadott nagyon ez a fajta alkotás, ott, ahogy rajzolták a lányok elő. Ők nem csak sejemre patikoltak, hanem másik szövetre, vászonra is. A sejemfestés ősi hagyományokra tekint vissza, a keleti kultúrából eredeztethető. A kaligrafikák, a letisztult tusrajzok, a tájképek, az ezernyi színben pompázó istenképek, mind a sejemfestés egy-egy gyöngyszemét képviselik. A tolnai festő inkább a női lélek szépségét helyezi előtérbe. A selyem és a nőiesség kéz a kézben járnak. Egy évvel ezelőtt a Harcon a faluháznak a vezetője voltam, és ott készítettek ilyen selyem képeket, hobbiból előttem, és kellett a kiállításra anyagot adni, és nem voltak készen ezek a képek, és akkor, mikor megláttam, hogy mi hiányzik, akkor mondtam, hogy befejezem én, és akkor mégis ki tudják állítani. És az első ecset vonás, hogy azt a festéket rátettem a sejemre, annyira rabul lehetett, hogy utána nem is akartam más csinálni. Tehát azóta én beleszerelmesedtem, és egyre jobban rájöttem arra, hogy viselkedik a sejem, meg a festék maga, hogy lehet keverni a színeket, hogy úgy viselkedjen a már nem vászon, hanem a sejmen, ahogy én akarom. Ez a sejem festészet, ez egy annyira csodálatosan szép világ, ez teljesen más, mint amit ő eddig alkotott. Ezek a mandalák, ezek nagyon-nagyon megfogtak, de az összes kép. Nem tudnék kiemelni ebből igazából egyet sem, hogy külön kiemelnék, mert mindegyik nagyon tetszik. Itt tényleg a finomság, a női lélek, és hát a sejem festészet, ami egy nagyon ősi festészet, mert szerintem nem is egy egyszerű festészet, mert bár úgy tűnik, hogy nagyon egyszerű, de én azt hiszem, hogy nem igazán. A kezdőket is szívesen megtanítja a hazánkban még nem igazán elterjedt sejemfestésre Kocsisné Kovács Rozália. Tapasztalatai alapján a sejmet festés előtt fontos kimosni, ezután rögzíteni egy fakeretre, lehetőleg olyanra, amelyet állítani lehet. Ez a festék, hogyha higítva van, akkor világosodik. Aztán, hogyha két szint, hát nem mindegy, hogy ezt száraz sejemre engedem rá az a festéket, vagy előre vizezetten szebben lehet eldolgozni a színeket, tehát összemosni a száraz sejmen foltolt haj. Viszont akkor van egy úgynevezett effekt show, ami eltünteti ezeket a hibákat, és egy nagyon szép felületet ad, mint azon a képen is, ott majd fogják látni. Simán átnyomunk róla, csak nagyon durva szemcsis, és az felszívja a festéket ott, ahova oda pottyan. Attól függ, hogy mennyi ideig hagyom rajta, de vizes állapotba kell, hogy rákerüljön. Attól függ, meddig van rajta, olyan foltokat szív ki. És egy nagyon szép textúrát ad az egész festménynek. Itt például a mandaláknál lehet olyant, hogy egy részébe teszek csak effektsót, és akkor azzal egészítem ki a mintát, vagy a háttért, hanem olyan szép. Elő szoktam rajzolni, és aztán a rajzról rajzolom át a sejemre ceruzával, és úgy, mert hát magán a sejmen ahhoz nagyon gyakorlottnak kell lenni, hogy, mert ugye annyira nem lehet megfeszíteni a sejmet, hogy az teljesen sík legyen, mert akkor elmozdulnak a szálak, és csúnya lesz. Valamennyire lehet, de akkor nehéz rajzolni, mert behajlik az anyag, és a ceruza elfut mellette, meg maga a kontúrozó is. Mert kontúrozóval kell előrajzolni, akkor az ott lezárja azt a részt, és a festék csak odáig fut, tehát nem fut tovább.
és így lehet szépen megcsinálni. Jobb a sejemre festeni, sokkal jobb, mint a papírra, mert papír felveszi gyorsan a nedvességet, és nem lehet már vele úgy dolgozni. Viszont ha egyszer rákerül egy szín, akkor onnan már nem lehet eltüntetni. Tehát az egyik alaptechnika az akvarellel való dolgozás. A sejmen a víz viszonylag gyorsan terjed, ezt használja ki a festő. Enyhén megnedvesedett anyagon dolgozik, és előre kikevert színeket felviszi, és hagyja, hogy egymásba olvadjanak. Illetve ecsettel segíti a szükséges és várt forma kialakítását. A mandala ugye az a keleti kultúrának egy nagyon fontos része. A mandala azt jelenti, hogy kör. És a külső része a körnek az a külvilágot, a világértelmet jelképezi, a belső pedig, amikor magába fordul ezzel meg kicsit, és meditál. Tehát amikor festettem is olyan, tehát ahogy festettem a színeket, ahogy használtam, válogattam ki, akkor olyan hangulat adja azt, hogy milyen színű legyen az aznapi éppen lelkiállapot. Maga a sejem az ez olyan anyag, ami a látságot, a finomságot, inkább az igényességet képvisel, maga egy nagyon drága anyag, és nagyon a nők általában ruhákba. Egyébként próbáltam ruhára is rátenni, festettem sejmet részt, és akkor azt rávartam a ruhára vagy táskára.